megválasztotta a parlament köztársasági elnöknek Sólyog Tamást. Előzőleg a képviselők elfogadták Novák Katalin lemondását. Az Alkotmánybíróság elnöke a kormánypártok jelöltje volt a posztra, az ellenzéki frakciók önállóan nem tudtak, közösen pedig nem állítottak jelöltet. Megválasztása után Sólyog Tamás esküdtet hivatalát 8 nap múlva foglalhatja el, feladat és hatásköreit addig Kövér László, az országgyűlés elnöke gyakorolja. Sólyog Tamás az országgyűlésben arról beszélt, hogy köztársasági elnökként bizalmat szeretne építeni az előítéletektől mentes kölcsönös meghallgatás és megértés révén. Dr. Sólyog Tamást köztársasági elnökké megválasztja. A 139 érvényes voks közül Sólyog Tamás 134-et kapott. 5 nemmel szavaztak, 7 érvénytelenül voksoltak. Sólyog Tamás ezzel Magyarország 7. köztársasági elnöke lett. Óriási tapasztalat, tiszteletre méltó tudás és vitathatatlan tekintély. Orbán Viktor miniszterelnök még napi rendelőtti felszólalásában mondott köszönetet Sólyog Tamásnak, hogy elvállalta a felkérést, a képviselőket pedig a támogatására kérte, miután az úgynevezett kegyelmi ügy miatt lemondott Novák Katalin. Az országgyűlés a lemondó nyilatkozatot 196 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Az országgyűlés az államfő távozásáról egyhangú szavazással döntött. A DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd frakciója már ekkor kivonult a teremből, jelezve, hogy nem vesznek részt a titkos választási procedúrában. A megválasztásáról szóló házelnöki bejelentés után Sólyog Tamás letette államfői esküjét. Én dr. Sólyog Tamás fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A köztársasági elnöki tisztséget a magyar nemzet javára gyakorlom, Isten engem úgy segéljen. Az új államfő ezt követően beszédében köszönetet mondott a szüleinek, hogy minden nehézség ellenére magyart és keresztényt faragtak belőle. Úgy fogalmazott, nem volna sem elegáns, sem helyén való politikai beszéddel megnyilvánulnia, de ez a tilalom tökéletes egységben van az ő személyiségével. Azt tudom ígérni, hogy a köztársasági elnöki székből is az alkotmányos alapjogok és értékek méltányos kiegyenlítésén fogok munkálkodni. Sólyog Tamás szerint őt minden Magyarországhoz és a magyarságához köti. A magyarság európaiság nélkül nem értelmezhető. Történeti alkotmányunk, a nemzet egységét megtestesítő szent koronánk csak az európai kontextusban nyerik el értelmüket. Az a közjogi szabadságharc, amelyet eleink a Habsburg birodalmon belüli jogi önállóság érdekében évszázadokon keresztül folytattak, vagy az az egyenlőtlen és gigászi küzdelem, amit a magyarok a török megszállás ellen folytattak a keresztény Európa védelmében, csak ebben a tágabb európai dimenzióban nyerik el értelmüket és céljaikat. Meggyőződése szerint az Európai Unióban elsősorban nem politikai, hanem jogi munkának kell folynia, és nem léteznek a tagállamoktól független európai értékek. Szilárd álláspontom volt mindig, hogy a szuverenitás fogalmilag oszthatatlan, ezért az Európai Unió tagállamai, így hazánk sem szuverenitást, hanem hatásköröket ruháznak át az Unióra, és mindezt nem öncélúan, hanem azért teszik, mert azok közös gyakorlása hatékonyabb, mintha azokat a tagállamok maguk gyakorolnák. Ugyanígy szilárd meggyőződésem, hogy jelenleg nincs egységes európai politikai nemzet, hanem kizárólag a tagállamok politikai nemzetei értelmezhetők államalkotó tényezőkként. Az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig az államfői feladat és hatásköröket Kövér László, az országgyűlés elnöke gyakorolja. Őt pedig a parlament döntése alapján a fideszes Lezsák Sándor alelnök helyettesíti ezen a poszton. Sólyog Tamás köztársasági elnök hivatalosan március 5-től töltheti be az államfői tisztséget.